enyhén szóval eljött az idő arra, hogy a társadalomtudományok és az emberrel foglalkozó tudományok nyissanak egymás felé, és hát gratulálok ehhez, hogy ez itt megtörténik, mert az a meggyőződésem, hogy a szociológia, a politikatudomány, a közgazdaságtan, tehát a keményebbnek ítélt társadalomtudományok nem igazán tudják megragadni külön-külön azt a probléma halmazt, amivel szembe kell nézni, akár egy társadalomnak, akár egy nagyobb egységnek, mondjuk az Európai Unióhoz tartozó társadalmak egészének. És egymástól azt hiszem, hogy egy kicsit többet tudnánk tanulni, hogyha több ilyen konferenciára kerülne sor, tehát én ezt nagyon nagy örömmel vettem. Tehát én engedélyt kaptam a mindenki így, hogy elnök asszonytól, Fülöp Mártától, hogy ne csak a magyar társadalomról beszéljek, mert úgy gondolom, hogy persze lehet és kell is erre fókuszálni, de önmagában, ha csak ezt tesszük, akkor nem egészen értjük meg az összes problémánkat. És ezért ezt a címet adtam ennek a rövid prezentációnak, hogy a demokrácia jövője, alcímként civil társadalom, közbizalom és hálózatosodás. És rögtön a Hunyadi professzor úrnak az első mondata nagyon kapóra jön, aki azt mondta, hogy, és egyébként előre bocsátom, hogy lényegileg igaza van, azt mondta, hogy ugye demokráciából van kevesebb. Na most ugye az a helyzet, hogy az egyik nagy teoretikus a demokrácia elméleteknek, Robert Dole professzor, nem mondom végig az egész elméletét, de fölállított egy ilyen skálát, és az a lényeg, hogy a 60-as évek elején csak néhány tucat demokrácia van, de annyira megváltozik a demokrácia kritérium rendszere, hogy ma már tulajdonképpen alig van olyan társadalom, vagy ország, amelyik ne nevezné magát demokratikusnak. Tehát az a helyzet, hogy az olyan kevéssé hívogató és csalogató helyek, mint mondjuk Mali, vagy Mongólia, vagy akár Oroszország, demokráciának nevezik magukat. Na most nem, ez nyilván nem az az időpont és az a hely, ahol a demokrácia definíciókat végig kellene vennünk, de azért mégiscsak fölteszem a kérdést, hogy mi a demokrácia? Mit nevezünk demokráciának? Azt az országot, vagy berendezkedést, amely magát annak tekinti, amelynek a politikusai kijelentik, hogy ez egy demokrácia, és a politikai szakértők, a politológusok ezt megerősítik. Na most ez természetesen nem ilyen egyszerű, de a problémája a társadalomtudományoknak az egyik problémája pontosan ez, hogy igazából formális, felszíni, mechanikus kritériumok alapján hasonlítanak össze és mérnek. És ezért tartom ezt olyan nagyon fontosnak, ami itt elkezdődött az értéktérrel, mert a pszichológusok, a szociálpszichológusok, a filozófusok láthatóan és hallhatóan mélyebbre tudnak ennél ásni. Tehát ha pusztán formai kritériumokat veszek figyelembe, akkor egyszerűen felállítok egy skálát, és azt mondom, hogy az a demokratikusabb társadalom vagy ország, ahol többen mennek el szavazni 4 évenként, mondjuk. De hát, mint tudjuk, ez és mint nagyon sok minden más, nagyon könnyen manipulálható. Az azonban, hogy a valóságban hogyan működik a demokrácia, az egy egészen más kérdés. Tehát ma arról beszélünk a szélesebb társadalomtudományok berkein belül, hogy a demokrácia válságban van, illetve az egyik nagy elméleti szakember, Philipp Schmitter, fejti ki az egyik legutóbbi tanulmányában, hogy az egyik nagy ellentmondás, amiben élünk ma, az éppen az, hogy miközben a régi demokráciák, amiket ő archeodemokráciáknak nevez, vagy egyébként a redről, in reality existing democracy-kről beszél, az archeoredek miközben válságba kerülnek, aközben a világ elhanyagolt,
a figyelem középpontjából kiesett, vagy soha ott nem létezett részein, hatalmas demokrácia aspirációkat látunk, forradalmakat, felkeléseket, és a szabadság iránti hihetetlen vágyat. Tehát ez egy nagyon érdekes ellentmondás, hogy miközben kiürülőben vannak tartalmi értelemben a hagyományosan demokratikusnak tekintett nemzetállamok sokokból, aközben új demokrácia aspirációk vannak, például az arab világban, amit ugye nyilván mindenki nagyon jól ismer. Igen. Tehát mi az a helyzet, amiben most vagyunk? Két szerzőre szeretném nagyon, nagyon röviden hivatkozni. Két olyan ember, aki nem hagyományos módon közelíti meg ezt a komplex és nagyon, nagyon sok szempontból az életünk majdnem minden területét érintő válságot, amiben élünk. Az egyik az Joseph Stiglitz, ez egy nem hagyományos módon gondolkodó közgazdász, aki elég hagyományos közgazdászként kezdte, Világbank elnökként és Nobel-díjasként is ismert. Aki azt mondja, hogy amiben vagyunk, az tulajdonképpen egy szabad esés. Nem csak az amerikai gazdaság van egy szabad esés állapotában, hanem ez egy általános jelenség. Eléggé hasonlít ahhoz, amit, vagy rezonál arra, amit Kis Endre professzor mondott, szétesés. A piacok, tulajdonképpen az egész világ egyfajta szabad esésben van, mondja Stiglitz, és ezeknek az okát, ennek az egész jelenség halmaznak az okát az értékek válságában találja meg. A példákat hoz föl rá, azt mondja, hogy az ő szülei arra tanították Manhattani középpolgár, értelmiségi zsidó családból származik, hogy fiam, az eszedet arra használd, hogy másoknak valami jót tegyél bele, találj ki valamit, aminek haszna van. És azt mondja, hogy a mostani generációknak egyetlen egy, akiket ő tanít, egyetlen egy célja van, hogy minél több pénzt keressenek bármilyen áron. Tehát leír egy jelenség halmazt, aminek azt mondja, hogy ez persze sokkal bonyolultabban és érdekesebben, hogy a végeredménye egy szabad esés. Tehát szembe kell nézni ezzel az értékerózióval. A másik, Immanuel Wallerstein, aki egy jóval kötöttebben gondolkodó társadalomtudós és történész szociológus, aki azt mondja, hogy mi egy világrendszernek a válságát éljük meg, ami már régen elkezdődött és még el fog tartani egy ideig, de ez egy végső válság, ez egy nagy átalakulás tulajdonképpen valamiben, amit nem tudjuk, hogy micsoda még, nem nevezhetjük meg egészen pontosan, lehet, hogy több lesz benne a demokrácia, lehet, hogy kevesebb lesz benne a demokrácia, de most egy olyan kritikus fázisba került ez a világrendszer, nevezetesen a kapitalista világrendszer, amiből már nincs visszatérés egy egyensúlyi állapotba. Egy olyan egyensúlytalanság van, ami lehetőséget ad arra, hogy a különböző aktorok akarata, törekvése, értékrendje érvényesüljön. Tehát azt mondja, hogy ez a relatív szabad akarat pillanata. Nem azt jelenti, hogy bárki értékrendje és álláspontja biztos, hogy érvényre kerül, de azt mondja, hogy lehetséges, tehát amíg a rendszer determinált, és visszarendeződik egy egyensúlyi állapotba, addig nem olyan nagyon fontos, hogy kis társadalmi csoportok, politikai mozgalmak, vagy akár egyének mit gondolnak, azon lehet vitatkozni, de tulajdonképpen determinált a rendszer. Ha a rendszer nem determinált, akkor érvényesül a pillangó szárny hatás, tehát egészen kicsi változások, egészen kicsi jelentéktelennek tűnő helyeken elindult törekvések nagyon komoly hatást válthatnak ki. Tehát azt mondja, hogy a relatív szabad akarat pillanatában vagyunk, és nagyon sokan szólnak még ehhez a vitához hozzá, egészen különböző álláspontok vannak, de valahol konkludálnak. László Ervin például a Római Klub egyik alapítója, 30-40 éve mondja azt, hogy globális vészhelyzetben vagyunk, és nem sok van hátra, néhány évtized van hátra ahhoz, hogy az értékrendünk globálisan átalakuljon, egy planetáris tudat alakuljon ki, és lehetne ezt még sorolni. Egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy van az, hogy Wallerstein is, a Római Klub szakértői is 30-35 éve mondják, figyelmeztetnek ezekre a dolgokra. És valahogy a társadalomtudományok, legalábbis az általam ismert mainstream részei nem tudtak ezzel mit kezdeni az elmúlt 20-25 évben. Ahogy a globális válság
pénzügyi és gazdasági része világossá vált 2008-tól, úgy visszatértek ezek az elméletek, ezek a holisztikus megközelítések, de Magyarországon úgy látom, hogy még nagyon sok, még hosszú az út, hogy ezt a komplexitást megragadjuk. Igen, tehát a demokráciákhoz visszatérvén általában igaz, nem csak Magyarországon, hogy van egy növekvő kiábrándultságérzés, van egy növekvő bizalomhiány az intézményekben. Ha megnézzük a statisztikákat, az Euróbarométer például, vagy az Európai Értékszörvét, érezhetően van egy elfordulás a nagyobb közösségtől, van egy befelé fordulás. A demokratikus intézmények erodálnak. Tehát jó ezt tudnunk, jó erre odafigyelnünk akkor, hogyha a mi problémáinkról beszélünk, nem vagyunk ezzel egyedül. Magyarország kíri sok szempontból, tehát képes túlteljesíteni negatív értelemben, de azért itt globális ellenségekről van szó. Tehát nem születnek megfelelő válaszok a globális kapitalizmus komplex kihívásaira, és ezért egy növekvő káoszban találja magát az emberiség jelentős része, aminek az egyik következménye ez a fajta befelé fordulás. A mindennek, ami idegen, az elutasítása, és tulajdonképpen egy elmozdulás a régi értékek felé. Egy adatot mondanék, Németországban tavaly fordult elő, azt hiszem először, vagy 2009-ben mért adatok, talán, hogy a német társadalom nagyobb mértékben volt Európa ellenes, mint amennyire mellette volt. A német társadalom, Németország, Európa egyik tartó oszlopa, az Európai Uniónak egyik tartó oszlopa, ha az euroszkepticizmus eléri, az egy nagyon-nagyon komoly indikátor. Igen, tehát a demokráciának egy hihetetlen formagazdagságáról van szó, és tulajdonképpen az bizonyította be, mondjuk a 19. század óta, hogy állandóan képes megújulni, tehát ebből a szempontból nem kell izgulnunk, hogyha azt látjuk, hogy a demokrácia válságban van. Csak egy pár dolgot említenék, hogy a 60-as években, a 70-es években elképzelhetetlen lett volna az a formagazdagság, amit mondjuk ez az Associational Revolution fogalom takar. Tehát, hogy a demokrácia játékosai között most már nagyon nagy számban vannak társulások, NGO-k, civil szervezetek, akik beleszólnak a demokratikus játékba, nem csak az a négy évente az urnákhoz járuló tömeg az, amelyik dönt arról, hogy milyen legyen a demokrácia. A politika professzionalizálódik, ezt van, aki forradalminak ítéli meg. Valamikor a politikusok azok a közéleti emberek voltak, akikre mindenki föltekintett, akik nem voltak profik, hanem a civil virtue alapján, a pozitív hozzáállások alapján választották őket meg, az értékeik alapján. Ma már erről szó sincs, nagyon sok olyan politikust ismerünk, nem csak Magyarországon, Egyesült Államokban, akik soha nem dolgoztak. Tehát ez egy nagyon érdekes jelenség. Soha nem tudják, hogy nincsenek valóságos kapcsolatban a gazdasággal és a többi emberrel, hanem egy ilyen nagyon érdekes kapcsolatban vannak, ami valami más. Na most, ami sokkal fontosabb számunkra, ez a no choice demokráciák megjelenése, amikor az úgynevezett guardian intézmények, tehát a gyámkodó vagy gyámságot gyakorló nemzetközi és hazai intézmények, például az Európai Központi Bank, az IMF vagy a Világbank, megmondja, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni. Ha megmondják, kérem szépen, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni, akkor mi az Istennek kell nekem szavazni? Na most ez egy kiürülése tulajdonképpen a demokratikus folyamatoknak, nagyon sok ember így is éli meg. Ennek következtében a szavazás, a négy évente urnához járulás egy rituálévá kezd válni, tehát nem véletlen az, amit Hunyadi professzor úr diagramjai mutatnak, hogy nagyon hasonlóak tulajdonképpen. Nagyon hasonló az a kínálat, amit a politikai pártoktól kapunk. Millióban, hangulatban, túlzásokban, egyik vagy a másik véglet, ideológiai véglet felé való elmenetelben különböznek, mert nem tudnak más tenni. Tartalmilag nagyon sokszor no choice helyzetek vannak. És ami a legújabb, és szerintem izgalmas a fiatal kutatók számára, izgalmas téma lehet, ez a Facebook és internet forradalom, vagy a social media megjelenése. Amit én azt gondolom nem szabad túlértékelni. Nagyon komoly kritikát kapott ez például egy Jevgenyi Morozov nevű szakértőtől, aki azt mondja, hogy egy teljes félreértés, hogy
maga Facebook, meg az internet az forradalmat csinálhat. Nem is azt csinálja, ez egyszerűen szerintem a lehetőségeket növeli meg nagyon. És egy mozgalomnak az informálása, szerveződése, a hálózatoknak az alakítása, az megsokszorozódott, mint lehetőség. Lássuk például a jázminos forradalmakat, vagy a Tahrir téri önszerveződést, vagy Szíriában mi történik, az egyik városban kitör egy felkelés, van egy megmozdulás, és egy fiatal ember élőben közvetíti egy másik városba ugye, a történetet, ahol az emberek ettől erőre kapnak, és hasonló dolgokat kezdenek el csinálni. Tulajdonképpen ez volna itt a legfontosabb része annak, amit el szeretnék mondani, hogy tényleg nagyon örülök neki, hogy az értékekre kezd egyre inkább esni a hangsúly. Én egy olyan műhelyben dolgozom, amit éppen most számoltak föl, Hank és Elemér által alapított, még a 70-es években alapított értékműhely, ami az értékszociológiát behozta Magyarországra, és hihetetlenül ellenállt neki az akkori hatalom, és úgy látszik, hogy ebben nincs nagy változás igazából. Tehát van egy nagyfokú kontinuitása a szellemi attitűdjében a mi hát, politikai osztályunknak. Miért érdekes ez? Mert a társadalmi bizalom, a civil elkötelezettség, a reciprocitás, a tisztesség, és ezt mondhatnánk még tovább, ez tulajdonképpen egy koherens szindróma. Ha ez a szindróma ez pozitív módon létezik, akkor egészen más helyzet van, mint amikor ezt nem tudjuk tetten érni. A társadalmi tőkének van nagyon sok definíciója, de két szélsőségeset mondanék. Az egyik az egy teljesen friss, Robert Putnam-től származik, aki szerint a társadalmi tőke az a társadalmi bizalmon, normákon és személyes hálózatokon alapuló tőkéjének gazdasági értéke, és a Bourdieu, aki a 80-as évek végén fogalmazta meg a koncepciót, azt mondja, hogy a tényleges és potenciális források aggregátuma, összessége a társadalmi tőke, amelyek összekapcsolódásából tartós hálózat jön létre. Tehát itt a hangsúly a hálózatiságra, az egymással való kapcsolatra, az egymással való összekötetésre esik. És ebből a szempontból vizsgálva a demokráciákat teljesen más képet kapunk, mint hogyha a formális politika tudomány eszközrendszerét alkalmazzuk. Na most mi a helyzet Magyarországon? Ezek egészen friss adatok. A Péterfi Ferencék pár hete, hónapja közített adatai, amelyek azt mutatják, hogy a magyar társadalom, és ez ma már szóba került, annak ellenére, hogy azt mondják, egy földcsuszamlás-szerű politikai fordulat következett be egy évvel ezelőtt, a bizalmi tőke a politikai intézményrendszerbe és az intézményrendszerbe vetett bizalom tekintetében tapottat sem változott. Ha lehet, akkor még romlott is a helyzet. Hát a kék oszlop mutatja azt, hogy egyáltalán nincs bizalom abban a bizonyos intézményben, ami szó van. A legkisebb, vagy játékosokban, a legkisebb bizalom, a legnagyobb bizalmatlanság a politikusokat övezi, utána a parlamentet. Ez egy évvel a választások után van. A érdekes módon a rendőrségben többen bíznak, jóval, az igazságszolgáltatásban is, és a civil és non-profit szervezetekben, valamint az egyházakban, ott egy kicsit azért rosszabb az arány. Tehát ha megnézzük ezt az ábrát, hogy mennyire bízik meg a parlamentben, azt látjuk, hogy 40% egyáltalán nem, és 35% nem nagyon. Ezért ez érdekes adat. Ha megnézzük azt, hogy mennyire bízik meg a civil non-profit szervezetekben, akkor csak 14% mondja azt, hogy egyáltalán nem, és 28% mondja, hogy nem nagyon. Na most az a kérdés, hogy hát mi vezetett ide, hogyan jutottunk ebbe az állapotba,
Én nem tudok erre 5 perc alatt nyilván kimerítő választ adni. Egy néhány szempontot vetnék föl, amit talán érdemes tovább gondolni. Vannak általános megfontolások, amik globálisak. Körülbelül a második világháború vége óta, a gazdasági stabilizálódás óta erősödik egy fajta radikális individualizmus, ami tulajdonképpen átcsapott egotizmusba, és az egyéni érvényesülésnek egy olyan formájába, ami ahogy ezt kis Endre professzor jelezte Magyarország kapcsolatban, igazából a normáknak a figyelmen kívül hagyásához vezet, egy normátlanság állapothoz. Egy piaci fundamentalizmus, amiről ma már kimondjuk, hogy téveszme volt, de azért 20-30 éven keresztül ráült a közgondolkodásra, a közbeszédre és a társadalomtudományokra, különösen a közgazdaságtanra és a politikatudományra, ami arról szólt, hogy a szabad piac mindent megold és mindenkit a helyére tesz, tehát nem nagyon kell ugrálni, a dolgok megoldódnak. Ez ilyen paternalisztikus társadalom, mint a magyar, ez nagyon jól rímelt a marxizmus-leninizmusnak az eszmé dogmáira. Ott a párt oldott meg mindent, és azért nem kellett ugrálni, nem volt érdemes, mert úgyis a fejünk fölött döntenek. Most sajnos ez egy folytonosság, ez nem tesz jót egy társadalomnak. Tehát például a magyar társadalom más kelet-európai társadalomokhoz hasonlóan úgy került bele ebbe a bizonyos átmenetnek nevezett demokratizálódásnak és piacgazdaság kialakulásnak nevezett folyamatba, hogy egyszerre hullott rá a szabadság és a szegénység szindrómája, és a kettőt nem tudta egymástól szétválasztani, és ezért nem különösebben köteleződött el a szabadság és a demokrácia mellett. De Magyarországon azt is mondhatnám, hogy van egy nagyon fontos tényező, zavaros és oszcilláló önkép. Csináltunk egy felmérést, a Mártának említettem, az IBM megbízásából 2009-ben, 2008-ban és 2009-ben, pont a válság kitörésekor 1000 embert kérdeztük meg 20 multinacionális vállalatnál, köztük vezetőket, de az önmel munkásokat, operátorokat. Nagyon érdekes volt, egy nagyon jellemző ilyen önkép probléma merült föl, hogy a direkt kérdésre, hogy milyennek tartja magát a magyar munkaerő, ezek elit vállalatok voltak, tehát ezek általában képzett emberek voltak. Azt mondta, hogy jó tímmunkás, szeret tanulni, mobil, tehát szívesen változtatja a lakhelyét, ha erre szükség van. Általában nagyon pozitív önképe volt, és amikor néhány kérdéssel később visszatértünk erre indirekt módon, és összehasonlítottuk a magyar munkaerőt, mondjuk a némettel, akkor egy 17-es skálán mindenben, kettő kivételben mindenben sokkal rosszabbnak találta a magyart. És még mondhatnék mást is, tehát magát nagyon pozitívan látja, mindenki más rosszkedvűnek, norma nélkülnek és így tovább. Tehát az egyik következtetésünk, hogy itt 10 millió rosszkedvű, dolgozni nem szerető, szkeptikus, normátlan ember él, 10 millió fantasztikusan pozitív, együttműködő, tanulni vágyó ember társaságában. Ezt ismerik ezt a jelenséget, erről is volt ma szó. Tehát, ha nagyon bizonytalan egy társadalomnak az önképe, akkor nagyon könnyű a normátlanság állapotát, hogy mondjam, nem csak föl elmélyíteni. Amit mondani szerettem volna, az mármint az előadás szintjén, hogy az értéktérhez külön szeretnék gratulálni. Én ezzel korábban találkoztam, de még Magyarországon nem. Egy másik PowerPoint, amit nem fogok megmutatni, de elhoztam magammal, egy Christian Welzel nevű német politológus és szociológus, aki az Inglehart-tal dolgozik együtt. 2005-ben és 2006-ban csináltak világtérképeket, de azóta is csináltak, de ezt nem láttam még, ahol fölállítanak egy új ellentmondást, egy új ellentét párt, aminek az egyik végén van a kényszer, a constraint, és a másikon fönt a választás, a choice. Tehát azt mondják, hogy ezzel le lehet írni társadalmaknak a dinamizmusát és alakulását. Hát vannak társadalmak, vagy embercsoportok, akik állandóan mindig a kényszerre hivatkoznak, és ők kényszer alatt élnek, tehát nem tudnak más tenni, mint amit tesznek. És vannak olyan közösségek, amelyek a választás felé orrien húznak. És nagyon érdekes a skála, amit végignéznek. Az első 5 kritérium vagy kategória vallásossága, patriotizmus, tehát a haza,
az Isten, az autoritás, a hatalom, az engedelmesség és a család központosság, a familializmus. És a második az a szabadság, a közéleti önkifejeződés, a nonkonformizmus, nem nonkonformistának lenni, hanem tolerálni a nonkonformizmust, a másságot, a homoszexualitást, és így tovább. Az önvezéreltség és az emberi bizalom érzete. Ez az ötödik, és tulajdonképpen nagyon szépen le lehet írni, lehet egy világtérképet. Az egyik oldalon vannak azok, akiknél a hangsúly az emberi kényszeren van, és ahol gyengék a szekuláris, racionális közösségi értékek, és a másik oldalon pedig erősek a racionális, szekuláris kötődések a közösségben, és a hangsúly a választáson van. Na most mi az érdekes ebben? Az, hogy minél nagyobb, amit ő PLA-nak nevez, Postmodern Liberty Aspiration, tehát a postmodern szabadság aspirációk, minél erősebbek, az emberek annál nagyobb késztetést éreznek arra, hogy kifejezzék magukat, tehát megszólaljanak, és a társaságban a véleményüket mondják, és a másiknak a véleménye legyenek kíváncsiak. Annál szókimondóbb a közéleti kérdésekben, és annál elégedetlenebbek a demokráciáikkal. Tehát ha azt látjuk, hogy a világban mindenhol nő a demokratikus intézményekbe vetett hit csökkenése, vagy csökken a demokratikus intézményekbe vetett hit, bocsánat, és nő az elégedetlenség, akkor ez ennek is lehet a következménye. Nem feltétlenül, de ennek is lehet a következménye. Tehát van egy ilyen nagyon érdekes diagram, hogy a PLA növekedésével csökken a demokráciákba vetett hit, vagy azoknak az elfogadása, de ez egy kritikai potenciál. Tehát ennek lehetnek pozitív következményei is. Tehát kérdéses, ezt én inkább kérdésként teszem föl önöknek, hogy ez vajon tényleg a viszonylagos szabad akarat pillanata-e? Azt elmondanám, vagy megerősíteném, hogy az európai demokráciák válsága az mélyülőben van. Sárközi elnök úr nagyon büszke volt rá, hogy ő dobhatta le az első bombát, az ő repülői szórták le az első bombákat Líbiában, de nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy hát kollégájával, Berlusconival megértesse, hogy meg a többi Európai Uniós ország vezetőivel, hogy a Schengen szép, de azért jó lenne visszaállítani a kontrollt a schengeni határokon, mégiscsak, ugye? Mert akkor működne Schengen, ha nem lenne Schengen. Ezt például éppen tegnap mondta. Tehát itt van egy paradoxon, amit föl kellene majd tudni oldanunk, ezt nem fogjuk ma megcsinálni. Hát igen, van egy erősödő nacionalizmus, de van egy erősödő önszerveződés. Van egy erősödő szélső jobboldal, szerte a világban, Európában, majdnem mindenhol, Finnországban majdnem megnyerték a választásokat a finn jobbikosok pár napja, és van egy új identitáskeresés. Van egy erősödő euroszkepszis, de van egy olyan hozzáállás az európai polgárok között, hogy több Európát akarnak, nem Európát utasítják el, hanem azt, ami így működik, azt az intézményrendszert. Igen, a stratégiai vezetésnek nagyon komoly hiányosságai vannak, egyre erősebbek a hálózatok. Nincs elég jó válságmenedzsmentünk, de egyre több hangsúly esik a tudás és a kultúra szerepére. És olyan mozgalmakat, kezdeményezéseket lehet látni, mint a Reinventing Europe, vagy az Európai Unió demokratizálódása, tehát európai szintű politikai pártok, politikai mozgalmak, vagy kezdeményezések kezdenek létrejönni az Európai Parlamenten belül. Igen, hát ezek már ilyen költői kérdések, hogy mit tehetünk mi. Ezen lehet gondolkozni, lehet tovább panaszkodni, lehet mást is csinálni. Azt hiszem itt egyértelmű, hogy mi történik, itt egy műhely van kialakulóban, és hát még egyszer csak gratulálni tudok hozzá, és ezt fontolják meg, a válság az a soha nem valaminek az abszolút vége, az abszolút szétesés, hanem, mint tudjuk, görögből és mindenféle más nyelvekből, az egy lehetőséget is jelent, egy újrakezdés, és nem érdemes kihagyni ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen!